Sziasztok! Majd nem egy ilyen ismert ételt hozok nektek, legalábbis én egyáltalán nem is hallottam még erről az ételtől, lehet, hogy igen, hogyha nem tudom, én is tudom, hogy pontosan mi a neve, de ez egy ilyen káposztás csirke, tulajdonképpen egy pörkölt alapot kell készíteni, és ebbe fog belekerülni a káposzt, és egy habarást készítünk, nagyjából ennyi a recept, tehát borzasztóan egyszerű, és akkor ugye ehhez vannak még fűszerek, és egy Facebook csoportban találtam, állítólag már 25 éve, vagy nem tudom mióta készíti ez a hölgy, és tehát ez egy jó régi recept, és azt mondta, hogy annyira finom, hogy ő rengeteget meg tud belőle enni, és ahogy olvastam, hogy mik az összetevők, meg hogy kell elkészíteni, annyira pofon egyszerű, és annyira nagyon jól hangzott, de hát az eredmény is szuper lett, és ez tényleg egy újfajta étel, akár a ti családotoknak is, mondom, nektek nem egy olyan közismert étel, úgyhogy, de lehet mondom, hogy van valami neve, tehát és akkor onnantól mindenki, vagy többen ismeri, én biztos, hogy soha nem láttam, és nem találkoztam vele, de nézzétek meg a videót, érdemes tényleg kipróbálni, aki szeretné a csirkét, meg a káposztát, az édes káposztát, az így vegyük, de legelőször zsiradékot melegítünk, én kókuszolajat használok szokásosan, természetesen lehet disznózsírtól kezdve olajat, amit szoktatok, azt használjatok. Ez a kókuszsír, ugye mindig elmondom, hogy teljesen szaktalan, íztelen, tehát tulajdonképpen semmilyen módon nem érezhető ki az ételben az íze, ezért szeretem nagyon, meg ugye, hogy nagyon könnyű. Mármint úgy, hogy a gyomornak könnyű. Meg is olvat, jöhet rá egy fejhagyma. Először tulajdonképpen egy pörkölt alapot fogunk készíteni, vagyis hát egy pörköltet tulajdonképpen, félig megfőzünk, és utána jön hozzá majd a káposzta. A káposztát vágjátok vékonyra, és sózzátok be, hogy könnyebben megpuhuljon. Ahogy üveges lett a hagyma, jöhet hozzá a paprika. Én azért ilyen zöld, egyes, erős paprikát tettem hozzá, mert nálunk, hát nem vettem észre, és megették a sima sárga paprikát a gyerekek, úgyhogy kénytelen vagyok most ezzel megoldani, de én is sárga paprikával szoktam. Én egy fej paprikát szoktam ehhez felhasználni, és ez pedig most két hosszabb, ugye egy erős paprika. Az erejét azt kivágtam, hogy meg tudja mindenki enni, hogy tulajdonképpen ezzel is nagyon-nagyon ízletes lesz. Még egyébként sokan szoktak tenni eleve a pörköltbe, tehát a sárgán kívül, az a csemege, ugye, csípős, azon kívül szoktak erős paprikát is beletenni, de aki ugye beleteszi azért, hogy erős legyen egy picit a pörkölt, most én ugye nem azért tettem hozzá. Amikor a paprika is nagyjából összeesett, akkor hozzáteszünk egy kisebb fej paradicsomot. És már ide is készíthetjük a fűszereinket. Tehetünk hozzá piros paprikát, vagyis hát ugye ezt mindenképpen tanácsolom. Jó sokat, én legalábbis úgy szeretem. Mindig a piacon veszem egyébként a piros paprikát. Ez egy jó, jó nagy evőkanállal, de akár lehet kettővel is. Ettől csak finomabb lesz. Pici vizet öntsünk hozzá, ne égjen meg a paprika. És akkor teszünk hozzá borsot. Én ezt egy pici kávéskanállal, egy pici kávéskanál kömény. És egyelőre ennyi só, majd inkább teszek még hozzá. Ebbe még teszek piros ilyen csemege, piros arany. Ugye ez is sós, és ezért nem is akartam több sót beletenni egyelőre. Ebből azért teszek bele rendesen. Nagyon szeretem az ízét egyébként.
lesz egy jó hatalmas evőkanálnyi. Szépen össze rottyan, és jöhet bele a csirke. Egy picit több, mint egy kiló csirkét fogok most beletenni, csirke mellett pontosabban, de csinálhatjátok csirkecombor is. Ja, ez rátok van bízva, azzal is biztos, hogy nagyon finom lesz ez az étel. És akkor elkezdjük megfőzni a pörköltet. Ezt egészen addig főzzük, míg nagyjából olyan félig megfőtt. Én olyan 50 perc alatt szoktam egy ilyen csirkepörköltet megfőzni. Körülbelül, úgyhogy szerintem egy 20 percet főzöm, és akkor utána hozzá fogom tenni a káposztát. Így, nem baj, hogyha nem lepi el teljesen, mert a csirke is vizet fog ereszteni. Úgyhogy most akkor főzzük fedő alatt. Eltelt a 20 perc. Jó sok vizet engedett a csirkénk, de semmi probléma nincsen. Teljesen jó lesz ez nekünk így. És most a besózott, és utána én meg szoktam mosni a káposztát, utána a káposztánkat ide betesszük, és ezt fogjuk most ugye megfőzni. És így lesz, ez édes káposzta, így lesz meg a káposztás csirkénk, és tulajdonképpen a káposzta lesz maga a köret ebben az ételben. Benne maradt egy kis közepe, azt is bele lehet egyébként tenni, csak így ez itt túl nagy. Ez egy ilyen nagyobb fél fej, vagyis na, ez egy nagyobb fej káposztának a fele, de akár lehet többet is beletenni, ez megint rátok van bízva. Szépen így bele forgatjuk. Kicsit kicsi az edényem, de sajnos a nagyobb, ami ilyen teflon bevonatos, az tönkrement. És ebbe szeretek egyébként a legjobban főzni, az ilyen teflon bevonatos edényekbe. És ez a KitchenAid akció volt, te biztos láttátok a Spárban. Ez volt sajnos a legnagyobb edény ebben az akcióban. Lehetne nagyobb is, gondolhatnának a nagyobb családokra is, meg hát ugye ez most nem is olyan nagy adag étel. Egyébként, hogyha ez kész van, akkor amíg nem habarjátok be tejföllel, ezt most azoknak mondom, akik ketogén diétán vannak, addig ez abszolút a ketogén diétának megfelelő étel. Vagy ha tejszínt tesztek hozzá, és akkor úgy készítitek el, akkor ez tökéletesen beleillik abba a diétába. Én is azt csinálom, csak azért mondom. Ez is egy plusz információ. És most addig fogjuk ezt az egészet főzni, fedő alatt, amíg a káposzta és a hús meg nem föl. Egy pici vizet még tettem rá, de igazándiból a káposzta is fog vizet ereszteni, úgyhogy... Jó, fedő alá, és körülbelül egy olyan 20 perc múlva ránézek újra.
eltelt a fél óra, egy 20 perc helyett fél órát főztem, úgyhogy fél óra eltelt, és most egy tejfölös habarást fogunk készíteni. Én mindig alulra teszem a lisztet, 3 evőkanál, nagy evőkanál lisztet keverünk össze, egy nagy dobozos tejföllel. Legalábbis én a 3/4-ét használtam fel, de nyugodtan egy doboznyit is be lehet tenni. Ugye ez a nagy műanyag dobozos, aminek a fém a teteje. Ilyen fémfólia. Jó. Ha összekevertük, akkor a főzőléből egy picit hozzáteszünk. Azt összekeverjük így, és akkor most szépen hozzáöntjük a habarásunkat. Már lejjebb vehetjük a lapot, hogy ne rotyogjon ki. Tulajdonképpen ezt már csak így össze fogjuk melegíteni. Hű, ez nagyon-nagyon finom lesz. Így, és akkor most a legvégén megkóstoljuk, hogy milyen lett az íze, mert ilyenkor még tudunk hozzá tenni esetleg egy kis köményt, vagy sót. Nagyon-nagyon jó lett az íze, semmire nincs már szükség, tehát bőven elég volt ez a kis pici só. El is készült az ételünk, nincs más hátra, mint hogy tálaljuk. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, követni tudtok minket Facebookon és Instagramon, Budapesti Família néven, tudtok nekünk levelet írni a lenhátható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!